két újpesti birkózó átrándult a szumózók közé. A testvérek ketten három aranyat szereztek a korosztályos Európa-bajnokságon. Ferenc Brigitta és Ferenc Sándor az UTA birkózó terméből kikukkantott egy kicsit, s ha már a testvérek átruccantak a szumó világába, a két tehetséges sportoló nem távozott üres kézzel a Mogyoródon rendezett korosztályos Európa-bajnokságról. Ketten három aranyérmet nyertek. Ameddig Brigitta az újdonsült Európa-bajnok egy kis segítséggel magára öltötte a szumózók munkaruháját, edzőjük Fakan Gábor dicsekedett egy keveset. Nagy sikert könyvelhettünk el, ez június 15-17-én volt Magyaródon ez az Európa-bajnokság, ahol 16 ország közel 200 versenyzőre vett részt, és Ferenc Brigitta és Ferenc Sanyi vett részt a versenyen. Brigi nyert U12-ben és U14-es korosztályban a 50 kilóban, a Ferenc Sanyi testvére U14-ben 70 kilóban szerzett aranyérmet. Mind a ketten keményen megküzdöttek ezzel az eredményért, és nagyon büszke rá az egész szakág, és főleg az UTE birkózók. A mester elmondta, mivel hazánkban még kevesebb versenyt rendeznek a hölgyeknek a birkózásban, ezért átrándultak a szumózókhoz, hiszen ott szinte hetente összemérhetik tudásukat a versenyzők. Az első verseny voltunk januárban, megismertük a versenyrendszert, versenykiírást, fogásokat, megtanulgattuk, hogy kell felkötni a mavasit, ami nagyon fontos, mert ugye ez egy japán tradicionális módon kell felkötni, és fokozatosan haladtunk át a havonta versenyről versenyre, és mivel ők nem szumóval kezdtek, hanem birkózással. Nekem igazából, mint edzőnek az volt a feladatom, hogy a birkózó tudásukból fakadóan a szumó követelményekre átpakolják. Tehát semmiféle újdonságot nem akartam rájuk vinni, hanem csak az, hogy amit tudnak, azokat bevinni a másik sportákba, és azzal legyenek eredmények. És úgy néz ki, hogy ez eléggé sikerült is. Megtudtuk, a birkózók egyébként egyre többet járnak át a szomszédba, a szumózókhoz. Kötött fogáshoz tudnám leginkább hasonlítani. Itt nagyon egyszerű a versenyszoba, van egy kör, belépek, tradicionálisan üdvözlöm az ellenfelet, isteneket meg a szellemekkel megbarátkozok, kivékítem, majd látható ezek a különböző karmozdulatokkal. És az a lényeg, hogy akinek hamarabb leér a kezet érde, vagy kilakik a körön kívülre, az veszített. Na most ugye a kötött fogásban is az a lényeg, hogy körön kívülre ki kell tolni az ember, tehát megvannak azok a taktikák, amiket át lehet pakolni szumóba, ugye a szabadfogás is, vannak fejnehéz emberek, hogy neki ment, ellépek, lenyomom, és letett a kezét, már nyert. Úgyhogy ezeket így szépen át kellett a szumóba építeni ezeket a fogásokat. Brigi sokat tett a sikerért eddig is, hiszen az edzések alatt nem ismeri a lazítást. Amint a tréner elmondta, fizikálisan magasan a korosztálya felett áll. Fakan szerint, ha így folytatja, nagyon szép jövő előtt áll. Úgy látom, hogyha nem elégszik meg ezzel a sikerre, hanem tovább építkezik, akkor ott lehet felnőtt korban is a csúcson, európai szinten legalábbis. Az biztos, Brigitta inkább a szőnyegen, illetve a szumó küzdőterén villog, nem igazán a szavak embere, de ez nem baj. De azért azt elárulta, miként lett szumós. Apukám látta a hirdetést, mert úgy lehet menni versenyre, és akkor úgy mentem. A kislány természetesen nem hagyja el a birkózást, hiszen nagy vágya, hogy egyszer. És nagyon szeretnék olimpiai bajnok lenni. Brigi bátyjától arról érdeklődtem, mit érzett, amikor először látott szumó versenyt. Egy kicsit meglepett, ugye a szertartás, az a rizsdobálás, az meglepett nagyon, de azért egy kicsit tetszett is. Tehát annyira megtetszett Sanyinak a szumó, hogy átnyergelt rá, de azért igazából a birkózás a kedvence. De most a szumóról és az EB-ről beszélgettünk. Mellette nagyon sokat izgultam is, ugye, de aztán összekaptam magam a versenyem. Hát sokat melegítettem rá, meg készültem rá, de meglett az eredménye. Sándor az EB győzelem óta szinte a föld felett jár. Már alig várja, hogy találkozhasson az osztálytársaival a suliban, és mesélhessen a nyári diadalról. És persze nagyon reménykedik már abban, hogy az a fránya napszemüveg is lekerül végre a sérült szeméről.